Szeretettel köszöntöm a stúdióban Fülöp Zoltánt, a Fidesz új, hát már nem annyira új, de új városi elnökét, önkormányzati képviselőt és a Fidesz-KDNP frakció vezetőjét ugye az önkormányzatban. Vezető helyettesét, helyettes. Igen, most már a Rieder András, most már Rieder András a frakcióvezető helyettes vagyok. Akkor kezdjük azzal, amit az elején említette, hogy először említettem, hogy a Fidesz városi elnökeként hogyan érzi magát, milyen feladatok zúdultak a nyakába, illetve milyen mozgástere van ebben a minőségében. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit, és köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek, mert nagyon-nagyon régen ültem ebben a stúdióban. Szinte meg se tudom mondani, ezt mikor. Ezt most hagyjuk is. Igen. Tulajdonképpen nem is ez a fontos, a lényeg az, hogy itt vagyok. Igen, átvettem a Fidesz helyi elnöki pozícióját 3 héttel ezelőtt. Azt ugye tudni kell, hogy 2 évvel ezelőtt Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úr tőlem vette át akkor, tehát most egy ilyen váltásban vagyunk, tehát 2 évig én voltam az elnök, aztán a Fenyvesi képviselő úr lett 2 évig az elnök, és most újra engem választottak meg a Zoltán javaslatára. Hát szép feladatot kaptam, hiszen egy választás előtti célegyenésre fordultunk rá. Úgyhogy hát az első számú feladat az az, hogy gyakorlatilag a pandémia után egy kicsit össze kell ráznunk a csapatot. Tehát az elmúlt időszakban ez a 1,5-2 év, ez nem volt egyszerű, nem lehetett rendezvényeket tartani, nem lehetett összejöveteleket tartani, csak nagyon óvatosan mértékkel. Úgyhogy ez azért meglátszik mindenem, meglátszik a tagságon, meglátszik sajnos a kollégákon, de ettől függetlenül elmondhatom azt, hogy a tagságunk 48 fő, és ez egy stabil tagság. Most, hogy én lettem az elnök, néhány kedves ismerős már megkeresett, hogy szeretne belépni, úgyhogy egy 4-5 fővel szerintem néhány héten belül nőni fog a létszámunk. És hát a fő szempont, a fő szerep ugye egy elnöknek, hogy gyakorlatilag menedzselje a helyi tagokat, illetve menedzselje azt a politikai ideológiát, amit jelen pillanatban a jobb oldal képvisel. Ezt egyrészt teszem úgy, mint magánember, másrészt pedig teszem úgy, mint a város képviselője. Hát 25 éve ülök a képviselőtestületben, úgyhogy kellő rálátásom és rutinom már azt gondolom, hogy megvan, rendelkezem ezzel. Jól emlékszem, hogy volt a polgármester, és pontosan, vagy nem emlékszem, mert én nem voltam. Igen, 98-tól 2002-ig ugye a város alpolgármestereként dolgoztam, mint a gazdasági ügyeket felelős alpolgármester, és hát azt megelőzően 94 és 98 között pedig a gazdasági bizottság tagja voltam, úgyhogy hát azóta egy aktív politikai életet élek itt. Hát ez egy emberöltő. Ez már majdnem, hogy egy emberöltő, igen, ezt is lehet mondani. Azt szoktam mondani, hogy majdnem, hogy a leghosszabb időn keresztül végzett tevékenységeim egyike a politikai tevékenység is. Ugye ezzel persze párhuzamosan a magánéleti vállalkozások is futnak, de a politikusi munka tehát is most már. Tehát nem a politikából már... él. Én nem a politikából élek. Osztassuk ezt a feltételt. Igen, hála Istennek azért ezt általában, amikor megszólítatok, akkor azért ez úgy rendeződik, és mindenkinek a fejében ez a helyére kerül, hogy hát azért egy kereskedő család, egy dinasztikus kereskedő család gyermekeként én teszem a dolgomat itt a városban. Most ennek az is a hozadék, hogy a bőrén érzi mondjuk a kormányzati intézkedéseket, adóemelés, igen, csökkentés, igen, kedvezmények, támogatások és igen, így tovább. Így és igaz. Így gyakorlatilag élesben tud reagálni a így van, dolgokra. És ezt meg is teszi? Meg is teszem, nem csak, hogy reagálok a dolgokra, hanem javaslatokkal élek a mindenkori országgyűlési képviselők felé, hiszen keresnek engem a kollégák, kereskedők, vállalkozók, bármi probléma van, bármi nem úgy alakul, mert azért a törvénymódosítások sok-sok apró dolgot rejtenek. Nem csak a fő csapás irányt kell figyelni, hanem annak következményeit, és sok esetben előfordul az, hogy valami egészen jónak tűnő törvénymódosítás mögött mégiscsak van olyan, ami kellemetlenül érinti a vállalkozásokat. Úgyhogy megvan ez a kontroll, megvan ez a kontraszt is. Ez szerintem egy nagyon szerencsés dolog, mert pontosan tudunk így reagálni és jelezni egyrészt az önkormányzat felé, egyrészt pedig a kormány irányában. Ez azt jelenti, hogy akár bizonyos intézkedésekkel kapcsolatban nem tetszésüket is kifejezheti? Természetesen. Olyan adótörvényt vagy olyan törvényt készítenek elő, ami igazából nem
átgondolt önök szerint, akkor jelezhetik. Természetesen, hát egy demokratikus jogállamban élünk, és azt hiszem, hogy azt gondolom, és pontosan tudom is, hogy a kormány elvárja egyébként az ilyen visszajelzéseket. És mennyire kemény, úgymond a pártfegyelem. Tehát ha megszületik egy döntés, akkor azt akkor is képviselni kell, ha nem egészen ért vele egyet. Jó, nem a parlamentben vagyunk, de azért az önkormányzatban hasonló szituációk előadódhatnak. Az önkormányzatiság és a parlamenti politizálás azt gondolom, hogy elválik egymástól, és ez így helyes. Tehát nekünk egy városban, a városi politikában mindig a város érdekét is nagyon-nagyon erőteljesen figyelembe kell venni. Természetesen egy politikai ideológia mentén, de azért mi ebben a városban élünk, és jelen pillanatban ellenzéki politikusként dolgozunk, de mindenképpen az a célunk, hogy egy konstruktív ellenzéki munkát tudjunk végezni, és nem pedig az, hogy az állandó támadásokkal nehezítsük meg a városvezetés dolgát. Persze ehhez az is kell, hogy vice versa alapon minket partnerként kezeljen a ma jelen pillanatban jelentős többséggel rendelkező városvezetés. Ki kell, hogy kérje a véleményünket. Szerintem, és ez megtörténik? Hát... majdnem mindig? Mondhatjuk azt, hogy időnként, tehát van erre már példa. Talán azt is mondhatom, hogy egyre több a példa erre, hogy a polgármester úr olyan szűkebb körben egyeztetéseket kér és folytat velünk, kikérve a véleményünket, illetve meghallgatva a véleményünket, aztán ezt akár egészben, akár részben, de természetesen inkább részben, de valamilyen módon talán azért beépíthetővé teszi a hosszú távú elképzeléseibe, illetve ha már odáig eljutunk, hogy megfogalmazhatunk szűkebb körben kritikákat, és az nem úgy tűnik, hogy politikai lúzongokat mondunk, és azzal mi magunkat akarjuk erősíteni, hanem jóindulatú és segítő készség van bennünk, és felhívjuk a figyelmet esetleg néhány olyan dologra, ami véleményünk szerint nem jó, ha csak ebből néhányat beépít és elfogad a mai városvezetés, akkor azt hiszem már nem értünk hiába. Eltérve nem így terveztem a beszélgetés menetét, de hát annyira eltértünk az önkormányzati ság felé, hogy most engedje meg, hogy ezen a vonalon folytassuk, és bejátszanék egy interjú részletet, amit a Magyar Önkormányzati Szövetség múlt heti ülése alkalmából rögzítettek, igen, és Gémesi György, a szövetség elnöke fogalmazta meg gondolat az önkormányzati sággal kapcsolatban. Nézzük meg, és kérem, hogy majd utána reagáljon erre a dologra. Ma az önkormányzati rendszer gyakorlatilag válságban van, újraélesztésre szorul, nagyon sok feladat kiüresedett, a finanszírozás teljesen kaotikussá vált az elmúlt időszakban, és kialakult egy bizonytalanság és egy függőség. A bizonytalanság abban, hogy évközben is azt mondja a kormány, hogy működő költségvetésnél elveszi mondjuk a gépjárműadót, vagy azokat a bevételeket, mint parkolás lehúzza, és ezt nem kompenzálja korrekt módon. A másik pedig az, hogy az az önkormányzati törvény, amit ma az önkormányzatok feladat és forrás megosztását az állam között biztosítja, az alkalmatlan arra, hogy mi a település lakóit megfelelő formában szolgáljuk. Eltűnt az önkormányzati autonómia, kikerült az alkotmányból 2012-ben a települések önkormányzáshoz való joga, és a finanszírozás meg teljes mértékben egy ilyen, ha úgy tetszik, függő rendszer alapján alakult ki. Egy minimális pénz megvan, a többletbevételeinket akkor, hogyha az átlagosnál nagyobb, elveszi az állam. Gyakorlatilag a pályázati lehetőségek nagyon politikaorientáltak, és külön működési forrást kapnak a politikához közel álló települések. Így nem lehet egy országot vezetni. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy sikeres legyen ez az ország. És sikeres önkormányzatok nélkül nem lesz sikeres egyetlen egy kormány se. Átmenetileg tud működni, átmenetileg el lehet kábítani az embereket, de sikeres csak akkor lesz, ha lokalitást is beszámítja a működésébe, és igen, ott egyezkedni kell a feladatok megosztásában és a források megosztásában. Az a feladat, ami helyben látható a leghatékonyabban, azt oda kell telepíteni, biztosítani kell a forrást, engedni kell saját bevételt is képződni, és engedni kell egyfajta szabadságot a településeknek
abban, hogy az állampolgárok érdekeit képviselni tudják. Mi nem magunk érdekeit képviseljük. Mi ugyanúgy 10 millió ember állampolgár, ugyanúgy 10 millió állampolgár érdekeit képviseljük, amikor felszólalunk, amikor küzdünk azért, hogy meglegyen a biztonságos működéshez, az ő biztonságukhoz és komfortérzésükhöz minden. Ha ez csökken, akkor velük tol ki a kormány, nem velünk. Hát azt hiszem, olyan ilyesmiről beszéltünk az előbb, hogy itt az egymásra utaltság nagyon előtérbe kerül az önkormányzatok esetében, tehát tényleg a város érdekeit kell nézni akkor, amikor bizonyos döntések megszületnek, és minden körülmények között fontosabb ez, mint egy központi döntés kritika nélküli keresztülvitele. Na most Ajkán mennyire merül fel élesen ez a dolog, hogy szétválik-e a szándékba, az előbb igyekezett ezt cáfolni, a város és a Fidesz, mondjuk Fidesz-KDNP, illetve a baloldali érdekek között. Sikerül ebben konszenzusra jutni, vagy azért vannak örök ellentmondások? Hát ugye mit nevezünk ellentmondásnak? Én azt gondolom, hogy vannak olyan döntések, amelyet a Fidesz-KDNP frakció mondjuk soha nem tud magáévá tenni. Tehát nem tud elfogadni, de ez egy városban ez egy természetes dolog. És vice versa. És vice versa ez így működik. Na most itt, amit Gémesi úr elmondott, azért azt szeretném leszögezni mindjárt, hogy itt azért meghallgattuk Gémesi Györgyöt, aki nagyon régóta polgármester, és tényleg régi politikus, de egy masszív ellenzéki politikus hangjait hallottuk. Tehát, hogy ő kritikát fogalmaz meg a kormánnyal szemben, hogy ebben a pillanatban ezen nem lehet csodálkozni, csak azért tényszerűen kellene elmondani sok mindent. Csak egyetlen példát szeretnék kiemelni ebből. Ugye azt mondta, hogy a kormány elveszi például a gépjárműadót. Ugye azt azért tudni kell, hogy ez nem így van. A kormány elveszi a gépjárműadó egy részét, hiszen a kormány eddig is elvette a gépjárműadót, 60% maradt az önkormányzatnál, 40% ment el a kormányhoz. Most a kormány a COVID helyzetre való hivatkozással, ami rendkívüli módon megemelte az állami költségvetés kiadási oldalát, és önkormányzati érdekek miatt is kellett forrásokat biztosítani a COVID és az egész pandémia kialakult helyzetre való tekintettel, ezért az önkormányzattól például a gépjárműadó 100%-át elvette. Itt van például az iparűzési adó, ami szintén egy kicsit torz képet mutat. Ugye az egész kommunikáció arról szól, hogy a kormány az iparűzési adó 50%-át elvette. Na most csak egy matematikát mondok, Ajkán az iparűzési adó bevétel, az hozzávetőlegesen éves szinten 2,2 milliárd forint. Ebből a 2,2 milliárd forintból a kormány ebben az intézkedésben 380 millió forintot vitt el. Tehát ha az arányokat megnézzük, akkor messze nem igaz az, hogy az 50%-át elvitte. Most nem akarok abba belemenni, hogy hogy jön ki ez a matematika, mert egyrészt a foglalkoztatottak száma, egyrészt az árbevételhez kötve számítják ezeket a tételeket, de a dolog lényege az, hogy a szumma összegben nem vitte el 2,2 milliárdból 1,1 milliárdot, hanem most idézőjelben mondom, hogy csak 370 milliót, ami hiányzik Ajka város költségvetéséből, én ezt teljesen elfogadom. Hiányzik a gépkocsi adóbevétel egy része is, ami eltűnt, de rögtön mondjuk azt is, hogy a kompenzáció is megtörtént. Nem 100%-ban, de közel 200 millió forintos kompenzációt kapott Ajka város költségvetése. Minden Gémes így őt felvetette azt is, hogy nem egyenlő mértékben kompenzálják az önkormányzatokat. Szóval ön nem lát itt valamiféle megkülönböztetést a kormánypárti és ellenzéki önkormányzatok között? Mindig így volt. Egyébként tehát a szocialista kormány... Akkor? Nem. Nem, ez a szocialista kormány vezetése alatt is így volt. Vannak bizonyos mérőszámok, amelyel mérik a gazdasági erejét egy önkormányzatnak. Ezt úgy hívják, hogy adóerőképesség. Tehát amikor megnézik, hogy egy városnak milyen az adóerőképessége, mi az a gazdasági ereje, amivel ő önálló
bevételhez tud jutni, tehát adóbevételhez tud jutni. Ugye nem lehet azonosan mérni egy olyan iparvárost, mint például Ajka, ahol jelentős az iparűzési adóbevétel, egy olyan várossal, ahol mondjuk ebbnek az oldala, vagy ez az adóbevétel lényegesen kevesebb. Tehát azért egy igazságosabb elosztási formát kell a kormánynak mindig megtalálni, de azt azért tudjuk, hogy abszolút igazság nincs. Na most egy regnáló polgármesternek ez a megszólalása, ez egy nagyon szép történet, hiszen őnek lobbizni kell, és mindent meg kell tenni annak érdekébe, hogy az önkormányzatok nagyobb forráshoz jussanak, hiszen őnek direkt módon egy alacsonyabb politikai szinten kell megfelelni a választó polgárok felé. De mikor attól hangos a sajtó, hogy az ellenzéki polgármesterek nem igazán tudnak várost vezetni, nem alkalmasak a pozíciókra, és mégis a fideszes vezetésű városok vagy kerületek kapnak támogatást, akkor itt érzek némi ellentmondást, hogy akkor mégsem az kap támogatást, aki a gyengébb papíron, hanem valami miatt mégis előnybe kerül. És ez a valami az ellenzéki sajtó szerint ez a párthovatartozás. Nézze, 25 éve ülök testületbe. Megéltem szocialista kormányzást, megéltem fideszes kormányzást. Én azt tudom mondani, hogy sok különbség ebből a szempontból nincs. Az, hogy a mi kutyánk kölyke, ez valamilyen módon biztos, hogy élvez prioritást, én ezt nem mondom, hogy nem így van. De ma Európai Uniós pályázatok azok, amelyek a fejlesztések jelentős részét biztosítják. Ezekhez megfelelően előkészített jó pályázatokat kell megírni, megfelelő időben elő kell készíteni. Sok esetben az a baj, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek azokkal az előkészített anyagokkal, azokkal a hosszú távú tervekkel, amelyek ahhoz kell, hogy amikor egy pályázat megjelenik Brüsszelben, akkor én elsőként ott legyek, hogy kész az anyagom, és én ezt szeretném, és erre szeretnék pályázni. Ez nagyon-nagyon fontos. Nem akarom én ezt nagyon kidomborítani, de Ajkán ez egészen jól működik. Igen, nem akarok ezen vonalon túl messzire menni, de ugye az elmúlt egy-két év arról szólt, hogy például Pápán 10-szer annyi topos támogatást, uniós támogatást kapnak a helyi vállalkozások, az önkormányzat, mint Ajka. Tehát ennyivel nem gyengébbek az ajkai szakemberek, hogy ne tervezhetnének hosszú távra, hogy ne csinálnak alaposan kidolgozott pályázatokat, és mégis megvan ez a különbség, tehát ezt nehéz azért cáfolni, mert a számok beszélnek. Nézze, biztos, tehát azzal kezdtem, hogy ez a különbség mindig megvolt, és biztos, hogy mindig meg is marad valamilyen formában, de én nem látom azért ezt ennyire súlyosnak. Tehát én az ajkai szakembereket egyáltalán nem akarom ledegradálni, mert nagyon-nagyon jó pályázatíró szakembereink vannak, és egyébként jól elő vannak készítve a pályázatok, és elég hosszú távra gondolkodunk előre képviselőként, hogy mit is kellene, milyen fejlesztések jöjjenek a városba, tehát ezt mi megteszünk. De sajnos nem jutunk mindig előbbre. De azért egy kicsit nézzünk e mögé is. Azért nagyon sok esetben azt mondják, hogy kérem szépen nem nyert a pályázat. Biztos, hogy részben van ilyen. De sok esetben az a probléma, hogy a város, amelyik bepályáz 1000 pályázatra, most csak úgy halkan jegyzem meg, és ugyanakkor az önerőt, a forrást nem képes biztosítani. És menet közben sajnos kénytelen kifarolni a pályázatokból. Na most aztán, hogy ez kommunikáció terén hogyan jön le, ugye az már egy más történet. Igen, mondom, ezt nem akarom ezen túl sokáig lovagolni. Igen. Másik gondolatot is felvetett a Gémesi György, mégpedig azt, hogy ez egy nagyon régi téma már, hogy az önkormányzatiság háttérbe szorult, nem ott születnek a döntések, ahol kellene, kevés a lehetőség az önkormányzatoknak a saját hatáskörre meghozott döntésekre, nem kapnak pénzt a különböző feladatok ellátására, tehát ez szerintem 1990-ben már felmerült ez a probléma, és még ma is ott tartunk, hogy az önkormányzatiság gyengül. Ezt ön is így látja, mint a... Én nem így látom. Nem így látom, hogy az önkormányzatiság gyengül, egyáltalán nem így látom. Az, hogy vannak feladatok, amelyek talán alulfinanszírozottak, ilyen is előfordul a rendszerben, ezt én egy percig nem vitatom, de egy önkormányzatnak az önálló gazdálkodása az egy nagyon fontos dolog. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és itt a Gémesi úr például azt mondta, hogy szó szerint, hogy az önkormányzatoknak nem engedik a saját forrás kitermelését.
Hát ez nem így van. Kérem szépen lehet ingatlanokat vásárolni, aztán azokat nagyon kellő haszonnal eladni. Lehet lakótelepeket, lakóparkokat, projekteket elindítani, ahol olyan ingatlan fejlesztés történik, olyan infrastruktúrális fejlesztés történik, amelyel, ha jól sáfárkodik az önkormányzat, akkor kellő nyerességgel jön ki. És ugye most a nyereséget idézőjelbe téve, de igenis kell, hogy nyereségorientált legyen egy önkormányzat, mert nem tud másból forráshoz jutni, mint az adóból, a saját tulajdonú ingatlanok értékesítéséből, illetve esetlegesen ezeknek az ingatlanokkal és egyéb befektetések sáfárkodásából. De kénytelen, mert ez olyan, mint egy vállalkozás, egy nagy-nagy vállalkozás, ahol 30 ezer ember várja az eredményt. Nagyon-nagyon résen kell lenni, oda kell figyelni erre, és nem beszéltünk még arról, hogy Gémesi úr elfelejti azt, pedig hát aktív részese volt, amikor az önkormányzatok 2010 előtt olyan szinten adósodtak el, hogy hát nagyon sok önkormányzat térdre zuhant volna, ha akkor a kormány nem nyúl alá, és a kormány 2010-11-ben teljes egészében konszolidálta az önkormányzatokat. Ajka esetében ez megközelítőleg 5 milliárd forint volt. Tehát azért gondoljuk végig, hogyha ez nem történik meg, akkor ma az ajkai költségvetés vajon hol tart? Azt mondják, az ördög a részletekben van, de nincs igazán annyi ismeretem, hogy ízekre szedjük ezeket a dolgokat. Egy dolgot hadd vessek föl, olyasmiről van szó, hogyha ide jön egy beruházó, mondjuk utat felújítani, akkor ha 30 nap alatt végez, akkor nem kell neki fizetni a tevékenysége után iparűzési adót. Ha hosszabb ideig itt van, akkor már kell, de ez egy olyan rendelkezés, ami megszűri újból a önkormányzatok bevételeit. Tehát nincsenek itt ilyen kis apró trükkök elrejtve? Itt azért álljunk meg egy pillanatra. Álljunk meg. Tehát iparűzési adót azt ilyen formában megszüntetni nem tud egyetlen önkormányzat. Meg tud, de nem szüntet meg. Az iparűzési adó befizetés az úgy történik, hogyha vidékről idejön egy cég, akkor az itt elvégzett munka arányához arányosítva ide, a helyszínre, ahol dolgozik, iparűzési befizetési kötelezettséggel. Nem, igen, de ez önkormányzati rendelet. Tehát az önkormányzatnak joga van arra, hogy azt mondja, hogy meghívom én a Kukucska Kft-t utcát aszfaltozni, amennyiben 30 napon belül ezt a 150 millió forintos tételű munkát elvégzi, és tökéletesen átadásra kerül a történet, akkor én mentesítem őt az ide vonatkozó részarányos iparűzési adó bevételtől. De ez még egy város költségvetésének bevételét, iparűzési bevételét jelentősen nem változtatja meg, hiszen mi, amikor a költségvetés elfogadásáról tárgyalunk, akkor egy tervezett iparűzési adóról beszélünk, ami az előző évek tapasztalatai értékei alapján fog kiszámításra kerülni, és ezek az egyéb szösztenetek, amelyek történhetnek a város közigazgatási területén belül, ezek pozitívumként, pluszként jelenhetnek meg bevételi oldalon. Úgyhogy erre mondhatja azt az önkormányzat, hogy nekem érdekem az, hogy 30 napon belül készüljön el ez az utcaszakasz, és többek között ezzel tudom motiválni a vállalkozót. De alapvetően, ha én úgy szerződök le a vállalkozóval, hogy ezért az összegért, akkor tudom ezt a munkát megcsináltatni, ha 30 napon belül elvégzi, és már is marad az iparűzési adó. Nyilván ilyen olvasata is van a dolognak, én egy picit másképp emlékszem, de nyilván az én emlékezetem hiányosabb ilyen tekintetben. Most egy kis pihentetül beszéljünk a ellenzéki előválasztásokról, hogy érintette ez a helyi Fidesz életet, vagy a Fidesz helyi szeretének munkáját, adott-e valamilyen feladatot, vagy van-e valamilyen véleménye az előválasztási menetről úgy általában. Adott-e magas labdát az ellenzék ezzel, vagy pedig figyelmeztető jel a kormánynak, hogy ennyien elmentek az előválasztásra? Azt gondolom, hogy ez az előválasztás úgy, ahogy ez előre jelezve volt, ez egy cirkusz. És a mai nappal ott tartunk, hogy ez teljes egészében ki is bukik.
Nem fiatal, hogy megsérti az ellenzéki szavazókat ezzel? Én nem sértem meg az ellenzéki szavazókat ezzel. Az, hogy ki hova szavaz, az mindenkinek a saját privilégiuma. Az, hogy én nekem mi a véleményem erről, az pedig az én véleményem. Ez itt válik el egyébként, mondhatjuk azt, a politikus véleménye a magánember véleményétől. Talán ebben a szituációban ugye néhány percet beszélgettünk erről, hogy hogyan lehet egy politikus civil, mikor válik civilként, igen, és mikor mondhatja azt, hogy én ezt most magánemberként mondom, és nem politikusként. Én ebben a pillanatban magánemberként is mondhatom azt, hogy nekem mi a véleményem erről. Egyébként egy választ demokratikus jogállamban egy ilyen irányú választás és egy ilyen irányú cirkusz, az benne van a pakliban, nincs ez baj. Nincs ez baj, csak a végeredményt nézzük. Tehát még gyakorlatilag nem történt semmi, csak az első fordulón vagyunk igazán túl, de a belső feszültség már érződik. Tehát az a kohézió, amiről egészen eddig hallottunk, és az a rendkívül simulékony sztori, hogy mi összefogunk, mert mi egyet akarunk, az az első felvonás után borulni látszik. Most azt kell megérteni, hogy ha ne adj Isten, és én most bocsánat, de így fogalmazok, ha ne adj Isten az ellenzék, ez az ellenzék, már pedig más nincs, ez az ellenzék kormányzási pozícióba kerül, és már most feszültség van közöttük, akkor gondoljuk végig, hogy amikor egy országot kell vezetni, és amikor millió probléma merül fel, akkor egy ilyen rendkívül színes, vegyes felvágottból hogyan lehet egy olyan eredőt kihozni, ami ennek az országnak az érdekét szolgálja. Megmondom, véleményem szerint sehogyan. Ezt nem lehet megcsinálni. A Fidesz annak idején ezt megtette. A Fidesz, KDNP, ami azért az egy nagyon szorosan, ideológiailag, abszolút egy platformon lévő centrálisan szervezett politikai erő, ugye? Na most működik is a rendszer, mert azért lehet sok mindent mondani, de tisztelettel jelzem, hogy háromszor, kétharmaddal nyertük meg a választást, ugye? Igen. Tehát azért ennek súlya van, ezt senki ne felejtse el. Természetesen most mondom, hogy ez még nem ad garanciát semmire 2022-re, de mégiscsak előre vetíti valamelyest, hogy az emberek 12 éven meg vannak elégedve ezzel a kormánnyal. Persze. Egy részük. Na de hát ez így működik. Hát hogyha most az ellenzék nyer, akkor is egy része lesz csak nyilván, megelégedve. Bár a másik része nem. Hallani olyan hangokat, hogy össze kéne fogni ennek az országnak és megszüntetni a megosztottságot, mert tegyük a szívünkre a kezünket. Eléggé sok minden történt annak érdekében, hogy itt az emberek egymásnak feszüljenek. Gondolok például a Stop Karácsony, Stop Gyurcsány kampányra, aminek igazából nem látom a végét, mert valakinek benyújtják majd a petíciót, illetve egy címlista frissítés lehet a háttér, vagy nem tudom, de ez sem a egymás iránt, meg nyilván a szeretet irányába hat szerintem, hanem ellenkezőleg. Egyébként még annyit az előzőekhez, hogy persze kétféle szemlélet van, van a demokrácia és van a republikánus, a központosított és a vitatkozós, ha szabad így fogalmazni, szemlélet, és azért néha a demokraták is kézbe tudják venni a kormányrudat, mint most például Amerikában, nem nagy többséggel, ez kétségtelen. De rendkívül sok problémával. De sok problémával. Az első néhány hónap alatt ki is derült. Persze, és az a helyzet, hogy enélkül roppant unalmas lenne az élet. Ez igaz. Na most hadd kérdezzem én azt meg öntől, hogy önök azt mondják, nem önök, bocsánat, a baloldal, az ellenzék azt mondja, hogy egy ilyen Stop Karácsony, Stop Gyurcsány aláírásgyűjtési sztorival megosztottá válik az ország. Kérem szépen. Hát hadd ne beszéljek én már a Jakab úrnak a stílusáról és a szerepléséről a parlamentben. Hát ha valahol, azért tehát néhány gondolat erről, tehát az ország házáról beszélünk. Arról a házról, ahol azok az emberek ülnek, akik az ország sorsáról döntenek. Hát azért csak halkan jegyzem meg, hogy több tiszteletet és több komolyságot. Szóval ez a stílus, ez nem stílus. És ha valaki a megosztottságon dolgozik, akkor ezzel a stílussal azonosuló emberek azok a megosztottságon dolgoznak. Ezt teljes harmónia soha nem lesz, mert ideológiai és politikai különbségek vannak, de egy demokratikus jogállamban ez így működik, a vita megy,
a küzdelem folyik, és majd a választópolgárok eldöntik, hogy kire adják a bizalmat, hol legyen a folytatás, de mindenképpen nagyon fontos, hogy egy picit az orrunknál tovább kell, hogy lássunk, mert ez az ország úgy gazdaságilag, mint morálisan jó irányba megy, az elmúlt 12 év ezt megmutatta, egy nagyon stabil gazdasági helyzet van ma Magyarországon, a befektetők azért jönnek ide, mert úgy politikai, mint adó szempontjából rendben van az ország, ma éppen olvastam az egyik hírportálon, hogy Magyarországot már adóparadicsomként emlegetik, tehát az, hogy a Szijjártó miniszter úr rendkívül kemény munkával, de ilyen eredményeket tud elérni, vagy tudott az elmúlt időszakban elérni, amit elért, ez példaértékű, és hogyha ez a lendület megáll, és ezt megtöri egy ellenzéki politikai erő, akkor ez az ország 10-15 évre stoppon áll, és nem tudjuk, hogy hogyan lesz, de hogy károkat szenvedünk el, az biztos. Igen, hát itt most jöhetnének ugye az ellenérvek, meg az idézetek, biztos, hogy ugyanakkor az ország eladósodottsága, adósságállománya eléggé megnőtt az utóbbi időben, és egyéb mutatókban is, bérekben, egyebekben is kezdünk lecsúszni. Bocsánat, termelékenységben azért... és a többiben, tehát ez már közgazdász kíván elnézést, de nyugodtan reagáljon rá, én csak egy mondat erejéig, csak egy mondat erejéig, hogy azt mondjuk, hogy az eladósodás az nagyon megnőtt. Jelen pillanatban a hitelfelvételbe bekényszerítette az országot az Európai Unió, azért, mert presszionálja Magyarországot az Unió, és különböző zsarolási pozíciókból azokat a juttatásokat nem akarja biztosítani az országnak, ami jár. Egyébként 100%-ig biztos vagyok benne, hogy biztosítani fogja, csak megy a húzd meg, erezd meg, ezzel bekényszerítették a kormányt, hogy vegyen fel egy hitelt, mert az országnak működnie kell, majd ez a hitelfelvétel egy politikai fegyverként van felhasználva a választás előtt. Ennyire egyszerű a történet. Statisztikai viszont arról van szó, hogy 28 tagállamból 2 az, amelyik kilóg a sorból, és a jogállamisági klauzulákat nem igazán hajlandó elfogadni. Kérdés, ugye mit értünk jogállamiság igen, alatt, igen, de mondom, ezt ne folytassuk. Jó, rendben van, nem menjünk ebbe vele, menjünk haza egy kicsit, és beszéljünk egy, hát nem mondom, hogy kellemesebb témáról, most a pihenő véget ért, a kórház, igen, a kórház egészségügyi örökzöld jövőjéről. Tehát Nagy Zoltán főigazgató viszonylag pozitív kijelentést tett a hétvégén, mikor a Merák elleni séta kezdődött, és elmondta, hogy a mamográf, amit ugye elég sok pénzért sikerült beszerezni Ajkára, most már nem fog kihasználatlanul heverni, hanem a klinikai diagnózisok megerősítésére tudják használni, de ám de szűrésre még nem. Igen. Ez azt jelenti, hogy igazából alapvetően nem változik a helyzet, tehát Merák szűrése, mamográfiára továbbra is Veszprémbe kell járniuk az ajkaiaknak, a tapolcaiaknak és a környékbelieknek. Ez tulajdonképpen részben így van, én is egyeztettem a főigazgató úrral. Ugye gyakorlatilag a radiológiai vizsgálatokról van szó, és ebbe tartozik bele a mamográfia is. Na most a radiológiai vizsgálatnak van egy finanszírozási összege, ami gyakorlatilag a röntgenre, a mamográfiára, a CT-re vonatkozik. Tehát tulajdonképpen az, hogy a mamográfiát milyen szinten lehet itt kihasználni, az azért az orvos megítélésén múlik, hiszen ebből a keretből, ami erre a három tevékenységre van biztosítva, kell ő neki sáfárkodnia, és úgy biztosítani, hogy elegendő legyen a forrás. Hát most azért ez megint egy olyan történet, hogy hát ha véletlen nem elegendő a forrás, akkor ezt belső átcsoportosításokkal és forrás igénylésekkel azért ezt lehet bővíteni. Én nem hiszem el, hogy egy mamográfiát, amikor letelepítenek egy kórházba, akkor azt mindezt azért teszik, hogy kiválhassuk, hogy van mamográfia, de ne használjuk. Tehát az emberek érdekeit kell, hogy szolgálja, és ez így is van. Úgyhogy a kórházban működni fog ez a rendszer. Az, hogy milyen szűréseket lehet végezni, hát ez majd egy szervezés kérdése, hogy a megyei kórházakon keresztül a több kórházat összevonva esetlegesen olyan szűrővizsgálatokat kezdeményezzenek, hogy Veszprémbe, Pápán, Ajkán, stb. Több helyen lehessen szűrni, hogy egy kicsit megoszoljon, eloszlódjon ez a tömeg. Azt azért tudni kell, hogy
2021. január 1-e óta gyakorlatilag egy központi irányítás van. Ugye a Veszprém megyei kórház főigazgató asszonya alá tartozik az összes megyei egészségügyi intézmény, és gyakorlatilag a fő központi irányítás az Veszprémből érkezik. Természetesen egy harmonizált módon és figyelve azokat az igényeket, amelyek a megyében jelen vannak az egészségügyben. És azt is tudni kell az Ajkai Kórházról, hogy a megye második legnagyobb kórháza, tehát számolni kell az Ajkai Kórházzal, illetve megyei feladatot lát el. Ugye a fertőző osztály vonatkozásában 100%-i megyei feladatot lát el. Igen, de mondjuk az, hogy a tapolcai ajkai hölgyek mikor járhatnak, vagy hogy jöhetnek szűrésre Ajkára, azt még nem tudhatjuk. Szűrésre? A konkrét szűrésre nem. Ez úgy működik, ahogy említettem, hogyha a szakorvos úgy ítéli meg, hogy kell egy mammográfiai vizsgálat, akkor természetesen rendelkezésre áll a gép, de kimondottan a szűréssel még így nem tudnak foglalkozni. Ami ennél is aggasztóbb, az a tendencia, mert elég sok hír érkezik afelől, hogy jövő évtől megváltozik az Ajkai Kórház, a Tapolcai Kórház státusza is, és lehet, hogy elfekvő kórház lesz, tehát a mammográf, felújított szülészet és a többi beruházás, rengeteg gépbeszerzés gyakorlatilag, hát nem azt mondom, megy a levesbe, de erősen megkérdeződik a sorsa, hogy hallott ön olyasmiről, hogy ilyen tervek születnének, hogy az Ajkai Kórház akár krónikus kórházzá alakuljon át? Pletyka szinten. Csak pletyka szinten? Csak pletyka szinten hallottam, és megmondom őszintén, hogy én körül is jártam ezt a történetet. És egyáltalán nincsen szó erről. Tehát erről a politikai felső vezetés, illetve a szakmai vezetésnél nincs szó. Nincs szó. És azt is elmondom, hogy nem is lehet róla szó. Több okból kifolyólag. Még egyszer mondom, hogy Veszprém megye második legnagyobb kórháza Ajka. Ezért ilyen döbbenetes, tehát hogyha... Itt az egészségügyi fejlesztés, ahogy én ismerem a kormányzati szándékot, az, hogy csúcskórházakat fognak létrehozni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a kisebb kórház az megszűnik és eltűnik, hanem azt kell tudni, hogy mi a kórház, tehát mit nevezünk kórháznak. Ugye kórháznak azt nevezzük, amelyben a négy alapvető ellátás, szakellátás működik. A szülészet, nőgyógyászat, a gyermekgyógyászat, a belgyógyászat és a traumatológia. Ahol ez a négy szakág megvan, azt nevezzük kórháznak. Ahol ebből valamelyik hiányzik, az egy egészségügyi ellátó szervezet. Most itt az a cél, az én tudomásom szerint, és ez is a logikus döntés, hogy erős, nagyon megerősített szakmailag, szürke állomány szempontja, mindenféle szempontból nagyon megerősített kórházak jöjjenek létre a megyében, és a többi egészségügyi ellátó szervezet is megmaradjon. Most Ajka esetében, tehát maga az épület, az infrastruktúrális ellátottság, a terület és a terület elhelyezkedése logisztikailag a megyében, 460 ezer emberről beszélünk, annak ellátásának biztosítása, a betegek utaztatása, és egyéb, az nem engedheti meg, nem teheti lehetővé semmiféle vonatkozásban, hogy egy ekkora kórház megszűnjön. Hát ez részben megnyugtatólag hangzott, de nyilván, mint a puding próba és az evés, megvárjuk, hogy meglátjuk, hogy mi következik a jövőben. Előfordult-e, mivel Pápai ugye a Veszprémi Kórháznak a főigazgatója, hogy Pápa mégiscsak... ez előnyben fog részesülni bizonyos fejlesztésekben a jövőben. Úgy hallottam, hogy oda is kerül majd mammográf, sőt, a pénzt is szám az a kormányzat, az egészségügyi kormányzat, ezzel is, mint egy gyengítve az ajkai pozíciókat. Tehát ilyen hosszabb távú, de mégiscsak leépülési folyamat veszi kezdetét. Most el tudjuk azt képzelni, hogy egy egészségügyi politikai országos vezetésnek célja az, hogy egy megyén belül gyengít valakit? Ott az a cél, hogy a megyében lévő, vagy a területi ellátottsága 100%-osan biztosított legyen. Egyébként a Pápai Kórház az a töredék az Ajkai Kórháznak. Tehát egy sokkal kisebb, műszaki tartalmát ítélve is egy lényegesen alulmaradt, fejlesztik a kórházat, de kisebb, régi épület, stb. Tehát
óriási milliárdokat kell beletolni, hogy esetlegesen az Ajkai Kórház szintjét elérje. Most persze vannak politikai lobby érdekek, mindenki küzd a saját városáért. Egyet tudni kell, hogy ugye Ajka és Pápa az egy ilyen versenyhelyzetben van, a két polgármester, ugye egy baloldali Schwarz Béla és egy abszolút jobboldali Kovács Zoltán között van egy óriási rivalizáció, és megy a küzdelem. De összességében két város közötti küzdelemnek nem lehet az az eredője, hogy a lakosság, a 460 ezer ember ellátottsága bizonytalanná váljon. Úgyhogy ez központilag lesz meghatározva, és hogyha Pápa kap a mammográfiai szűrővizsgálatra kellő keretet, akkor abban a pillanatban biztos vagyok benne, hogy Ajka is meg fogja kapni ezt a keretet. Tehát ezek igazságosan és normálisan lesznek elosztva, hogy mindenkinek lehetősége legyen a megfelelő egészségügyi szolgálat igénybevételére. Hát a proféta szóljon önből, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a stúdióba, reméljük nem kell újabb néhány évet várni arra, hogy újra vendégünk legyen, meg fogjuk hívni. Úgy legyen, köszönöm szépen a beszélgetést.